És még mindig méhészet és méz. A tavaly évvégi méhész demonstráció után Brüsszel a saját szemébe győződhetett meg a méz hamisításról, hiszen hatósági mintavételeik is igazolták ezt Európában. Így aztán a méz problémák kezelésében már az uniós döntéshozók sem maradhatnak tétlenek. Lévai Andrást hívta fel Brüsszelben Erdős Norbert néppárti szakpolitikust. Képviselő úr, néhány hónappal ezelőtt a Méhész Egyesület tüntetést tartott azért, mert Magyarországra kínai mézzel hamisított mézek kerültek. Ezt Brüsszelnek is jelezték, de hogy aztán annak mi volt a folyamánya, arról nekünk már kevesebb információnk van. Először is el kell mondani, hogy a magyar méhészek nagyon jól hasonló helyzetben lévő más tagországok méhészeivel összefogva tüntettek Brüsszelbe, hiszen ennek a szabályozása Brüsszelben dől el. A legnagyobb probléma az, hogy a címkék, amelyek a mézes üvegeken vannak, hogy EU és EU-n kívüli méz, az én meglátásom szerint, és a kérdéseim, a felszólalásaim, ezek mindebbe az irányba viszik az ügyet, arról szólnak, hogy ezt mindenféleképp meg kell változtatni, és legyen feltüntetve az, hogy mely harmadik országból érkezik a méz, és hogy milyen százalékú ez a kevert méz, hiszen az a probléma, hogy ami beérkezik az Európai Unió piacára, rossz esetben csak ipari méz, és ennek a szirupnak a feljavítására használják az európai, a magyar jó minőségű mézet. Ezeket világossá kell tenni a fogyasztók számára, hiszen most ez nem derül ki. Képviselő úr, tehát a parlament elé vitte ezt az ügyet. Mit tehet a mézhamisítással kapcsolatban az Európai Unió, a parlament, illetve a bizottság? Hát ez elsősorban a bizottság tehet, hiszen a parlament csak odáig tudja vinni az ügyet, hogy egy állásfoglalást hoz, ami nyilván fontos lehet, mert nyomás alá lehet helyezni a bizottságot a parlament által, de a döntő lépéseket a bizottságnak kell meghozni. A 2011-es fogyasztóvédelmi rendeletnek a módosítása az ugye három biztostól függ, az élelmiszerlánc biztonságért felelős, a fogyasztóvédelemért és az agráriumért felelős biztosok együttműködése, közös döntés kell, hogy legyen, és utána ezt a bizottságnak kell végigvinnie. A másik pedig, ami a jelen problémára kell, hogy választ találjon, az az, hogy a bizottságnak az én meglátásom szerint, és ezeket szintén leírtam, illetőleg elmondtam, azonnali döntést kell hozni abban, hogy a hatóságok által, amelyek ugye alá vannak rendelve a bizottságnak, a nemzeti hatóságok, tegyék meg a keverékméz, illetőleg az importméz tekintetében a szigorú, kötelező élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzéseket. Ezeket már Magyarország ugye decemberben ezeket a lépéseket megtette, de ez nem minden tagállamban zajlott le, ehhez a bizottság döntése szükséges, ezért dolgozunk, hogy lehetőség szerint erre kerüljön sor. Az igaz, hogy Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos ebben a hónapban kifejezetten a mézhamisítások okán Budapestre látogat? Tudomásom szerint igen. Én azonban már hétfőn fogok vele találkozni az Agrárbizottság ülésén, és ezeket az eddig leírt mézzel kapcsolatos felvetésemet szóval is el fogom neki mondani. Hogyha őszinték vagyunk, akkor az európai agrárgazdaság egészén belül a méztermelés, a mézforgalmazás, az legyünk őszinték, nem egy túl jelentős tétel. Mégis mekkora gond ez az Európai Unióban, illetve Magyarországon ön szerint? Így is lehet nézni, meg úgy is lehet nézni, hogy akárcsak Magyarországon ez 20 ezer méhészt érint. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem olyan kicsi. Egyébként, ha mondom, fogyasztóvédelmi oldalról nézzük, akkor ez tulajdonképpen a fogyasztók becsapása és egészségi problémát is jelenthet. Tehát ennek az ügynek a sürgős rendezése az nagyon fontos. Tehát ez nem csak a méhészek gondja? Így van, nem csak a méhészek, a fogyasztók gondja is, hiszen nem tudjuk, hogy azt mondják, hogy Kínából beérkező ipari méz, az mit tartalmaz, milyen egészségkárosodást okozhat, szemben azzal, ha csak a jó minőségű magyar vagy jó minőségű európai méz tennénk. Ugyanakkor rendkívül vékony jégen táncol akkor a bizottság, amikor majd itt ebben lépéseket kell tenni, hiszen a kínai gazdasági kapcsolatokban kell egyfajta korlátozó lépést tenni. Mennyire határozott ilyenkor a bizottság? Igen, ez részben igaz, de hogyha ezt fogyasztóvédelmi oldalról közelítjük meg, én úgy gondolom, hogy minden fogyasztónak joga van tudni azt, hogy milyen összetételű mézet fogyaszt, és hogyha így tesszük fel a kérdést, akkor ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy hát Kína sem mondhat semmit. Tehát nem azt mondom, hogy álljon le az import Kínából, hanem azt mondom, hogy a fogyasztóvédelmi rendeleteket változtassuk meg, és minden európai fogyasztó annak tudatába vásárolhasson mézet, hogy azt valóban tudja, hogy mit is vesz meg.